A harmadik helyen kiemelt angol Luke Humphries is nagyon mosolygós és rendkívül jókedvű a Scott Cameron Menzies is. Hát, ki tudom mondani. Szóval látod, Murphy törvénye, Zsolt. Éppen azon mókáztunk itt a bejelentkezés előtt, hogy hogyan mondjuk majd ki a Scott nevét. Én ezzel lezártam ezt a témát. Szerintem jól tetted, hogy lezártad. Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket én is. 180-akban és 9 nyilasban gazdag közvetítést kívánok itt szombat estére. Itt van tehát Luke Humphries, az idei 8 European Tour fordulóból 3-at az angol nyert meg. Április 18-án a German Darts Grand Prix-n, május 15-én a Czech Darts Open-en és május 22-én a European Darts Grand Prix döntőjében nem tudták megállítani őt. Egy esetben Martin Lukman, két esetben pedig Rob Cross volt az elszenvedő fél. Ezzel a European Tour Order of Merit-en, ami a European Championship 32-es mezőnyét hivatott kijelölni, Luke Humphries jelen pillanatban az előkelő második helyen áll. Csak Michael van Gerwen előzi meg őt, viszont Michael van Gerwen nincs itt a tornán. Egy esetleges újabb tornagyőzelemmel Luke Humphries összesítettben át tudná venni a vezetést holland riválisától. Ez a győzelem kell, a döntetlen nem elég? A döntő nem elég? Nem elég a döntő, mert hogyha döntőbe jut, akkor még mindig 1000 fonttal van Gerwen tartózkodna előrébb. Ugye Cameron Menzies tegnap fantasztikusan játszott Nils Zonneveld ellen. 101,64 százados átlaggal nyert 6-3-ra. Ez a mostani pillanatig a legmagasabb átlag a tornán. Ez így van. És én úgy gondolom, hogy pont emiatt nem gondolom úgy, hogy ez egy egyértelmű Humphries győzelemmel fog záródni ez a találkozó. Láthatjuk is, hogy miért. 140. Nagyon összeszedett a skót játéka, és én azon mosolyogtam itt a bevonulásnál, miközben 133-mal 170 Humphriesnak. Ugye volt egy 180-as táblán a felirat, hogy hiányolják Fallon Sharrockot. Hát kérem, Fallon Sharrock itt van, elkísérte Cameron Menzies-t, ugye ők ketten egy párt alkotnak. Igen, ez az a pillanat, amikor a bevonulásnál szerintem a nézők inkább Fallon Sharrockot figyelték, nem pedig Menzies-t, de hát van ilyen. Azért jelen pillanatban a párja még híresebb, mint ő, de jó úton haladt Cameron Menzies, hogy ő is igazán nevet szerezze magának. Jelenleg egyébként a 93. helyen áll a világranglistán. És a dupla 20 Humphriesnak nem jön. Úgyhogy Menzies 112-re. Nem. Ez csak egy egyes. Nem fogja megoldani a kiszállót, már csak a kerekítés marad, az jó. És egy 11-es marad a 40 pont. Dupla 10 a feladat Humphriesnak. És az már a helyén van. Méghozzá a kellős közepébe. Úgyhogy az első leget Humphries nyerte. Hát rendező legyen egyébként a talpán, aki ezt a mérkőzést le fogja tudni követni, mert mind a két játékos eléggé dinamikusan játszik, mondhatnám azt is, hogy géppuska kezűek. Úgyhogy azért itt majd a váltásoknál fel lesz adva a lecke, hogy éppen melyik kamerát kell beélesíteni, melyik szegmensét kell a táblának mutatni. Váltás 19-re, 3 lett belőle. De se baj. És itt van Fallon Sharrock. Nagyon jó. 200 pont alatt, de még nem kiszálló Menzies, viszont 398-ról Humphries sem fog kiszállóra érkezni, 100-zal meg aztán végképp nem. Itt az esti programban telt ház várható, és hát fergeteges hangulat. Ugye Vénig tovább jutott a délutáni program legvégén egy egészen elképesztő mérkőzésen, majd erről is beszélünk. Például egy 170-es kiszállóval megspékelve a győzelmét Dobby ellen. Hát de volt abban 167 is a végére, meg egy 100-as kiszálló, úgyhogy... Menzies keresgéli a helyet, fészkelődik, de nem tudja bedobni a dupla 20-at. Humphries jön. 240-re. 44-jel, még mindig nincsen kiszállón az angol, úgyhogy hát, a skótnak jó esélye van. Erre legyinthet Humphries, mert ha itt elrontja Menzies, de nem rontja. Még akkor is lett volna minimum 3 nyila. Folyamatosan bevágja a rendező természetesen a kedves hölgyet, Fallon Sharrockot. Aki egyfajta ilyen úttörő a női mezőnyben, ugye, mert férfiakat is győzött már le, nem is akármilyen teljesítménnyel. Bizony.
a palota herceg, bocsánat, a palota királynője, ugye Queen of the Palace. 140 Humphries. Igen, azért a tömegelését még javítania kell Humphriesnak. Most lépi át a 80-as határt. 140. Váltani kellett, és akkor a végén. Hát ezt most nem értettem, hogy miért nem ment fel a búra. Hát mindenki maga tudja. Nem jön tripla Menzisnél. Ugye a skótok közül nincsen Peter Wright, természetesen, és sajnos nincsen Gary Anderson, úgyhogy elég komoly feladat Menzisen, hogy egyetlen skótként valami szép eredményt érjen el. Nincs kiszállón. És ez hiba, dupla 20, jó! 2-1. Megvan a ma esti első. Este elsője, 76. egyébként összességében a tornán. Ne kérdezte, hogy mi a rekord, mert nem tudom. Én hallgatok, mint a sült hal. Inkább elébe megyek, mert ismerem a trükkjeidet, Csabi. 42 a folytatás. Nem is vársz egy ilyet, te csak robban. Egyes. Váltani kell, az jó. 77 a folytatás. Közel 100 pontos előnyben Menzies, ráadásul ő is kezdte ezt a leget, és jön két tripla, úgyhogy lent van kiszállón. Hát nagyon meglepődnék, hogyha pillanatokon belül nem 2-2 lenne az eredményjelzőn. 121, Humphries. Nem jön a tripla 20-as. Csak a kerekítés maradt. 84 marad. Mindössze 58-as, 3 nyíl. Ajjaj. Egyelőre mind a ketten nagyon sok szektorhibával operálnak. Szép. Nagyon szép a kiszálló, két nyílból megvan a 84-14 nyilas játék. 2-2. Kiszállóknál nincsen probléma. Aha, húzat van. Vagy bereppent valami, nem? Nem, mint hogyha azt mutatná Humphries, hogy húzat van. 97. Ja, tegnapi napon is volt egy kis intermezzo. 85. Mint később megtudtam, probléma volt a színpaddal, nagyon mozgott az egyik léc, és emiatt ugye hullámzott az egész színpad. Az éppen dobó játékos érzékelte azt, hogy sétál vissza mellette az ellenfél, azért az nagyon zavaró tud lenni. Igen, ezek a fiúk rendkívül szenzibilisek minden egyes ilyen külső körülményre. 140. Humphries viszont megy, mint a húzat. Igaz, hogy nincs kiszállón. Így viszont már Menzies sem lesz. 60. 17 kellene még, megvan, marad a 40 pont, nagyon szép kerekítés. A válasz, így Menzies nincsen kiszállón, Humphriesnak bőven van ideje megoldani ezt a duplát. És hármat elszór. Kelleni fog neki még egy kör. Váltás, az jó. Az is, 134. Mondjuk itt már célszerűbb lett volna inkább tripla 18-ra dobni, hogy maradjon a 40, de nincs jelentősége. Ezen már ne rágódjunk, tovább megyünk. 3-2 Humphriesnak. Ahogy azt előre sejteni lehetett, egy nagyon dinamikus mérkőzés. Pont ezt akartam mondani, hogy ilyenkor nincs nagyon esély arra, hogy egy szurkoló kisétáljon a büfébe sört inni, inkább hozatni kell ilyenkor sört az asztalhoz. És annyira szép a reakciója Fallon Sharoknak, hogy pontosan tudja, hogy ki ő, milyen eredményei vannak, és ennek ennyire kedvesen elmosolyodik azon, hogy bevágják őt a kivetítőre. És tényleg nagyon szerényen veszi tudomásul azt, hogy ennyien szeretik őt.
Százas, Menzies. Humphreysnál is jön a tripla, sőt... 140. 121 marad. Még meg lehet a 161. Az is még jó. Még meg lehet. Dróton, de nem a jó oldalán, marad a 25 pont. Humphreysnak valami hasonló kellene, csak egy triplával kevesebb. És a Bull... Neki se jön. És akkor vissza Menzieshez. 9-es és a dupla 8-as. Jó, tehát továbbra is hozzák a sajátjukat, 3-3, nem volt még break. Egy tripla jön, Humphreysnál alul. Mind a ketten pörögnek, mint a fagyigép. Hát ilyenkor meg az pláne, igen. Csavaros fagy, ez a jó. 135 a folytatás. Végére megérkezett egy tripla Cameronnál is. Május elején láttuk utoljára Menziest ilyen European Touron. Akkor megverte ilyen White-ot, de kikapott a második fordulóban Vandenbergtől. Azóta Players Championship fordulókban vett részt. Nagyon szép, 134 ezzel Menzies kiszállón van. Humphreysnak csak a kerekítés marad. De az úgy néz ki, hogy működik. 180! Miért ne? Tripla 19. És a Bulla végére! Hát ez rót. Hihetetlen. Közel, másodszor is rendkívül közel Menzies ehhez. Dupla 4, jó! 4-3 Humphreysnak. Mérgelődik ám Menzies, és meg lehet érteni, mert közel volt ahhoz, hogy elvegye Humphreysét. Nagyon szépen jönnek fel az átlagok is, 140 Menziesnél, ezelőtt már 98,45-ös átlagnál tart. Egy igazi flúgos futam, de hát hihetetlen magas a nívó. Humphreys 95-46-ra jött fel, ki is írják nekünk, mint a érezni a rendező, hogy miről beszél éppen. 180! És át is lépjük a százas határt. Na visszadobja? Nem. Egy tripla. Az átcsúszik az ötösbe, de se baj. Kellene a két tripla Humphreysnak, egy már megvan, megvan a másik is. 140. És ezzel kiszállón van. 86-ról Menzies. Jó a tripla, dupla 16. Az is jó, 11 nyilas játék. Hibátlan, 4-4. Őrület, amit művelnek. Mind a ketten 44%-kal dobják a kiszállót. Körátlag Menziesnél 101. Humphreysnál 96,7. Nem néztem a stopper, de hát alig 10 perce dobálnak, és lassan vége. És úgyhogy eddig kimaxolják a lehetőségeiket. És két triplamentes kör Humphreysztól. Nagyon zavarja ott valami Humphreys, folyamatosan kiáll a dobásból, mielőtt elkezdené egyáltalán. Hát zavarja, nem zavarja, csinált egy 140-et. 18-as. Gyönyörű, 174-jel marad a 131 pont. Ott a nyomás Humphreyson. 99, igen. Ne hiányold, itt van. Ott van, igen. Itt meg a párja, aki 50 pontot hagy. Igen. Jó, tripla. Az is jó, dupla 16. Pedig a tempó és a ritmus nagyon-nagyon jó volt. Menzies 50-ről, 18, nem? Nem, 10-es, 20, dupla 10. Nem sikerül kihasználni az esélyt. Nem jó, oda sem mer nézni. Hansharak. Humphreys, dupla 8, igen, 5-4, senki se hibázik, de valaki fog itt a végén. Menzies következik,
140. Gyorsan játszanak, kiválóan játszanak, 140. De sajnos hamarosan véget ér ez a mérkőzés, és az is sajnos, hogy egyikük búcsúzik. 134. Nem adják alá, két triplás körök mind a két oldalon. Váltás. Megint valami hasonló átlaggal robog előre, mint az első mérkőzésén. Akkor nyert. 60. Ez az első kör ebben a legben, amiben nem volt egyáltalán tripla. Egy pici baki tőle, Humphries. Neki is 60. Lemásolja az ellenfél teljesítményét. Rossz példa, ragadós. Most már nagyon kéne a tripla. Megvan. Tripla 17. Marad a 70 pont, 164 meg lehet oldani. Így nem. 20-as. Jön a tripla. Bull. 104-jel marad a 60 pont. Menzies meg kell csinálni. Egy nyilan varat rá. És elrontja. És ezzel ott az esély Humphries előtt, hogy bezárja. 20 dupla 20. Meg is oldja. Elsőre. Egyetlen break itt a mérkőzés legvégén, és Humphries 97,43-as átlaggal. Ki is írják nekünk, Cameron Menzies 100,15-tel. Humphriesnak 50% volt a kiszállózása, Menziesnek 33%. Jó meccs volt. Jó bizony, és hát sajnos Menzies távozik. Mehet egy kis városnézésre a párjával. És az a szép, hogy úgy távozik, hogy két meccs alapján 100 fölött van a torna átlaga. És ennek ellenére búcsúzni kényszerül. Igen, hát ez nem hiszem, hogy nagyon vigasztalja őt. Szünet, és aztán jön Johnny Clayton és Scott Williams mérkőzése.